Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. Pünkös előtti héten vagyunk, és uh, arról emlékezünk meg, és azt veszük sorra, amit a tanítványok megéltek a Pünkösd előtti közvetlen napokban, hogy így mondjam. És uh, egy nagyon érdekes esemény uh, történt. Az apostol cselekedetei első részében van uh, lejegyezve, amikor is Jézus felment a mennybe, urunk mennybe menetelének ünnepe, ugye ez a mai naphoz képest öt nappal ezelőtt volt, és fel is olvasom az ide vonatkozó igéket. És mikor ezeket mondta, az ő láttukra felemeltetett, és felhő fogta el őt a szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, íme két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában. Kik szóltak is, Galilea beli férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Tehát uh, uh, Jézus uh, beszélt a tanítványainak, hogy várjanak uh, a Szent Szellem kitöltetésére, és egyik evangélium megemlíti, hogy meg is áldotta őket, és miközben áldotta, felemeltetett a felhőkig, és el is tűnt a szemük elől, ők pedig ott fölnéztek a felhőkre, és talán azt gondolták, hogy majd lehet, hogy csak 10 perc, és Jézus visszajön, de előre mondta, hogy Jézus, hogy én el fogok menni az én atyámhoz, a ti atyátokhoz, helyet készítek nektek, és ha majd, ezek a helyek kész lesznek, akkor visszajövök értetek, és magamhoz veszlek titeket. De egy másik részletét akarok kiemelni ennek a ige szakasznak, amikor is ezek az angyalok, ez a két férfiú fehér ruhában nyilván angyalokról van itt szó, és azt mondták, hogy ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, aképpen jöjj el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe ebben van a kereszténység fantasztikus reménysége, hogy az Úr Jézus vissza fog jönni erre a földre. És erről ő számtalanszor beszélt, és Jézusnak minden szava beteljesedett, amit ő mondott. Ő maga mondja, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak, és minden be fog teljesedni. És éppen a Jézus halála, feltámadása, Körüli napokban azt látjuk, hogy rengeteg olyan előrejelzése Jézusnak saját magáról, amit megmondta, hogy mi történik, az pontosan úgy beteljesedett. Plusz még, amit az ószövetségi proféták is jövendöltek felől, az is teljes pontossággal beteljesedett. Ezért bízhatunk abba, hogy amit az Úr Jézus mondott a tanítványoknak, hogy majd ő vissza fog jönni, az angyalok ezt megerősítették ott a tanítványoknak, hogy ő majd vissza fog jönni erre a, a világra, a földre. És Jézus is beszél erről, mint említettem a Máté 24-ben, és azt mondja, hogy itt beszél az azt megelőző időszakról, mind a napunk nyomorúsága, után a nap elsötétedik, stb. stb. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. Egyébként ez a Máté 24-ben van, amikor Jézus a végidőkről beszél. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűtik az ő választottait a négyszerek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Tehát Jézus világosan elmondja, hogy minden hatalom először is neki adatott. Ezer áldja meg a tanítványokat is. Az utolsó nagy parancsa Jézusnak a tanítványainak, mielőtt elment. Túl azon, hogy azt mondta, hogy maradjatok Jeruzsálemben, az ugye csak egy rövid időszakra szól, de a nagy missziói parancsot mondta előtte a 28-ból hogy menjenek és uh, hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek a föld végső határáig. Ezt ismétli meg Jézus a Szent Szellem kitöltetése kapcsán is, hogy ehhez a feladathoz szükségeltetik a Szent Szellemnek az ereje, de itt több helyen ezekben az ige szakaszokban így mondja az ige, hogy uh, uh, például a nagy missziói parancsnál is, és hozzájuk ment Jézus szóla nekik, nekem adatot minden hatalom menjen és földön és ahogy felolvastam, Jézus vissza fog jönni hatalommal. Tehát először eljött közénk szolgaként, úgymond megöletett bárányként, azért jött, hogy engesztelő áldozat legyen a bűneinkért. Isten feltámasztotta őt a halálból, ott ül az atya jobbján, és onnan fog eljönni, ahogy a hitvallás is mondja, ítélni eleveneket és holtagat. Tehát Jézus vissza fog jönni. Ő neki adatott minden hatalom, menjen földön, föld alatt. Isten olyan nevet adott neki, hogy az ő nevére meg kell, hogy hajoljon minden térd, mondja a Filippi 2 az ige, mennyben? földön, föld alatt. Tehát Jézus neve mindenek fölött való, és uh, tudnunk kell, hogy ez a Jézus vissza fog jönni. És uh, az a kérdés, hogy így mondjam, hogy, hogy hogyan viszonyulunk ahhoz, hogy a világ ura, aki által Isten teremtette ezt a világ mindenséget, az egész univerzumot, az vissza fog jönni. És ő semmi nem gátolja. Őt nem lehet leváltani, nem lehet leszavazni, nem kerül kisebbségbe, hanem az Isten terve végbe megy. És Jézus Krisztus vissza fog jönni. Legyen ez vigasztalás mindannyiunk számára. Amen.